Megvan a harmadik magyar érem a vizes VB-n, ezüstöt nyert a nyílt vízi váltó, célfotó döntött a második helyről. Berobbant a nyár, tikkasztó kánikula jön, éjféltől harmadfokú hőségriasztás lesz, enyhülés csak szombaton várható. Újra bombázták Kijevet, Ukrajna még több fegyvert és szankciót sürget, Moszkva nukleáris rakétarendszert küld Fehér Oroszországnak. És nagy siker, százezrek vettek részt a múzeumok éjszakáján, több mint 400 kiállító csatlakozott az idei rendezvényhez. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Szinte naponta emelkednek az árak Romániában, a szomszédos országban is egyre nagyobb gondot okoz a háborús infláció. A boltok nem tudnak lépést tartani a drágulással, ráadásul a rezsiköltségek is rohamosan nőnek, az áram és a földgáz ára háromszorosa a tavainak. Közben a kormány kompenzációt fizetne az autósoknak a drága üzemanyagok miatt, a döntés azonban koalíciós feszültséget hozott. Ezt ezelőtt 3 hónappal vásároltuk 2800 forintért, és most jelenleg 4000 forintba kerül átszámolva. Liszt, tejföl, tej, olaj és vaj. Ezek kerültek a Szatmárnémetiben lakó Lőrinc Éva kosarába, amiért csaknem másfélszer annyit fizetett, mint negyed évvel ezelőtt. Romániában az alapélelmiszerek közül van, ami duplájára emelkedett, és szinte minden termék legalább 30%-kal drágult. A Statisztikai Intézet adatai szerint keleti szomszédunknál májusban 14,5% volt az éves inflációs ráta, az áprilisi 13,8% után. A román boltokban a sütőipari és péktermékek fogyasztói árindexe átlagban 21%-kal emelkedett, a búza és a kukoricaliszt 30%-kal, a kenyér 21%-kal drágult. Iszonyat. Tehát maga az, ami történik az országban, hogy napi szinten egy lej, két lejjekkel emelkednek az árak, és oda jutottunk, hogy lassan szinte ellehetetlenül az életünk. Kenyér most már ennyi, raktáról sem. A kisbolt tulajdonosa szerint a drágulás már az üzlet forgalmán is meglátszik. A drágulás következtében visszaesett a forgalom, visszaesett a haszon is, mert a haszonkulcs is mindjárt kevesebb lett, mert nem lehet tartani a lépést az inflációval, mert minél drágábban veszünk valamit, annál kevesebbet adunk el. De az áramért és a gázért is sokkal többet kell fizetni Romániában. Egy nagyon kemény ősznek, télnek nézünk elébe. Sajnos. A liberalizált román energiaszektorban a szolgáltatók a világpiaci árak felfelé ívelésére hivatkozva előbb 15-20, majd 100-200%-os drágulást jelentettek be. Akadnak ugyanakkor olyan cégek is, amelyek jelenleg 4-5-szörös áron értékesítik a földgázt és a villamos energiát a másfél évvel ezelőtti tarifákhoz képest. Magyarországon, ahogy látjuk a hírekből, nagyon-nagyon keményen mellé áll a magyar kormány az állampolgárokhoz. Itt értve az energiaszámlákat, gáz, minden, úgyhogy örvendetes, hogy, és ez is a feladata, hogy mindenkori kormánynak az állampolgárai kiállja maximálisan. Sajnos nálunk ez nagyon-nagyon gyengén érződik. Ez pedig már a román főváros, Bukarestben sem jobb a helyzet. Én egy régi társasházban lakom, gázzal fűtök, Csempekályhában, és idén kétszeresére, majdnem háromszorosára nőtt a gázszámlám, panaszkodott az M1-nek ez a nő. A legnagyobb gondot mégis az elszállt üzemanyagárak jelentik. Romániában a hatósági ársapka intézménye ismeretlen, a lakosság a világpiaci árakat kénytelen fizetni a tankolásnál, ami jelenleg átlag 720 forintos üzemanyagárat jelent. Azt tudom, hogy most 8 lej 90 bani, majdnem 90 lej a benzin. Tavaly még 7 lej, és talán 7 lej 60 volt, ha jól emlékszem, panaszolta ez a fiatal bukaresti nő. Az év eleje óta másfélszeresére drágult az üzemanyag Romániában. Most a francia és spanyol modellre hivatkozva a liberális kormányfő 40 forintnak megfelelő árkompenzációt jelentett be. Ennek nyomán a gázolaj ára 740 forintról 700-ra, a benziné pedig 690-ről 650 forintra csökkenhet júliustól. Ez azonban koalíciós feszültséghez vezetett. A szociáldemokrata párt inkább a magyarországihoz hasonló hatósági árstoppot javasolna. A lényegesen csekélyebb mértékű árkompenzációt 3 hónapra tervezi bevezetni a román kormány.
Belgiumban egyre nehezebben viselik a lakosok az emelkedő élelmiszer és energiaárakat. A hét elején több tízezren tüntettek emiatt Brüsszelben. Azt várják a kormánytól, hogy fékezze meg az áremelkedést. Egy felmérés szerint az elszálló árak miatt minden hetedik belga kihagyott legalább egy étkezést az elmúlt két hétben. Csak nem 70 ezer tüntető vonult az utcára hétfőn Brüsszelben. Ezzel egy időben szinte teljesen leállt a belga főváros közlekedése, sztrájkba kezdtek a reptér és a helyi közlekedési hálózat dolgozói is. Az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt ugyanis egyre feszültebb a lakosság. A demonstrációval azt szeretnék elérni, hogy a kormány tegyen valamit az elszabaduló árak ellen. Jelen pillanatban minden egyre nehezebb. Nem könnyű, nem tudunk elmenni dolgozni, túl drága az üzemanyag, a bérleti díjak kifizethetetlenek, és itt az ideje, hogy az állam tegyen valamit ez ellen, és változtasson a dolgokon, panaszkodott egy belga önkormányzati képviselő. A brüsszeli lakosok több mint fele küzd a megélhetésért. Ezzel a címmel közölt cikket az egyik legolvasottabb belga lap, a Brüsszel Times. Egy közvéleménykutatást ismertetnek, amelyből az derül ki, hogy a brüsszeli lakosok 54%-a jelenleg alig keres annyi pénzt, ami fedezi a havi kiadásait. A gazdagabb Flamand régióban a megkérdezettek 41%-a válaszolta azt, hogy aggódik a havi megélhetése miatt. A három cég által közösen végzett felmérés leglesújtóbb adata, hogy a megkérdezett brüsszeli lakosok 22%-a mondta azt, hogy olyan drága már az élelmiszer, hogy az utóbbi időben kihagy étkezéseket. Emellett minden hetedik belga válaszadó nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt két hétben anyagi problémák miatt kihagyott legalább egy étkezést. A kormány célja, hogy továbbra is ellátási gondok nélkül legyen megfizethető az energia, erről a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos beszélt a Kossuth Rádióban. Németh Szilárd hangsúlyozta, a jövő évi költségvetés is arról szól, hogy a rezsiköltségeket az elmúlt 10 év árszínvonalán tartsák. Ezt biztosítja a rezsivédelmi alap, amelybe az extra profitot termelő cégek fizetnek. Elektronikusan fizeti be a számláit Kálmán áron Pécsen. A 24 éves férfi havi 40 ezer forintot költ rezsire. Azt mondja, a rezsicsökkentés nagy segítség, mivel nem csak spórolni tud, hanem néha olyan dolgokat is megengedhet magának, amire egyébként nem lenne lehetősége. Számomra a rezsicsökkentés azért nagyon fontos, mert tudok félretenni utazásra, akár befektetési célra is tudok félrerakni, és néha el tudok menni egy étterembe egy-egy hónapba. Folyamatosan mennek a nagy teljesítményű nyomtatók ebben a zalaegerszegi kisnyomdában. A mikrovállalkozás tavaly ősszel került a rezsicsökkentés védőernyője alá, több tízezer kisebb vállalkozással együtt. A tavalyi évtől kezdődően a rezsicsökkentésnek köszönhetően jelentős kedvezményhez jutottunk, amit eszközparkunk felújítására tudtunk fordítani. Nagyon örülnénk, hogyha a jövőben is ez így maradhatna, így a cégünk versenyképes tudna maradni. A magyar emberek 2023-ban is számíthatnak a kormány támogatására. A 2023-as büdzsé mindezeknek megfelelően a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése. Varga Mihály szerdán a költségvetés általános vitáján jelentette ki, hogy a jövő évi költségvetés szerkezetében változás lesz a rezsivédelmi alap létrehozása, amely célra 670 milliárd forintot különítenek el. Látjuk, hogy az energiaárak elszabadulása komoly csapást jelent egész Európára. A további szankciók pedig még magasabb energiaárakat hozhatnak. Ez ellen védi a magyar háztartásokat a rezsivédelmi alap. A háború okozta infláció és gazdasági válság ellenére is Európában, Magyarországon a legolcsóbb a háztartások gázellátása. Erre Németh Szilárd emlékeztetett a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kiemelte, ha a magyar lakosságnak most ki kellene fizetnie a gáz piaci árát, akkor a 115 forintos köbméterenkénti gázár helyett 165 forintot, a 37 forintos kilowatt per órányi villanyár helyett 148 forintot kellene fizetni. Magyarországon az, hogy megfizethető legyen a háztartások számára, és biztonságos legyen a szolgáltatás, tehát hogy legyen, és az ipar, a gazdaság is megkapja, ezt a rezsicsökkentés egyedülálló módon biztosítja. És nekünk az a célunk, hogy ezt a rezsicsökkentést 2023-ban, ebben az elhúzódó háborús válságban, ebben a veszélyhelyzetben, az elszabadult infláció korában is fönn tudjuk tartani, ezért hoztuk létre a rezsivédelmi alapot. Németh Szilárd hangsúlyozta, a rezsicsökkentést teljes egészében fent kell tartani a kormánynak.
Az ukrajnai háborúról és a gazdasági válságról tanácskoznak a világ nagyhatalmai a G7 csúcs találkozón. A legfejlettebb országok vezetői abban már a csúcs előtt egyetértettek, hogy megtiltják az Oroszországból érkező arany importját. Ennél sürgetőbb kérdés ugyanakkor a közelgő élelmiszerválság megoldása, míg a vezetők egyelőre csak ötletelnek, a világ már tetteket vár tőlük. Óriási volt a biztonsági készültség a bajorországi síparadicsom Garmisch-Partenkirchen környékén, ahol vasárnap megkezdődött a G7 csoport, azaz a világ 7 vezető gazdasági hatalmának éves csúcs találkozója. A német rendőrök ellenőrző pontokat állítottak fel, lezárták a csatornanyílásokat, és kordonnal kerítették el az utcákat. A háromnapos tanácskozásnak otthont adó impozáns Elmau kastélyszálló felett pedig katonai helikopterek pásztáztak. A találkozó egyik fő témája az ukrajnai háború. A G7 országok vezetői megpróbálnak hosszú távú támogatást nyújtani a háború sújtotta országnak, miközben a fegyveres konfliktus egyre súlyosabb élelmezési, energetikai és pénzügyi válságot okoz világszerte. Internet kapcsolaton keresztül felszólal majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, aki már szombaton körvonalazta elvárásait. Az Oroszország elleni szankciós csomagok nem elegendők. Ukrajnának nagyobb fegyveres támogatásra, légvédelmi rendszerekre van szüksége, mondta az ukrán elnök. Az amerikai és a francia elnök, valamint a brit, a német, az olasz, a kanadai és a japán kormányfő, illetve az Európai Unió vezetői várhatóan döntenek majd az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokról, illetve újabb szankciókról Oroszország ellen. Már a találkozó előtt egyetértettek az Oroszországból származó arany importjának tilalmáról. Az arany Moszkva második legnagyobb exportcikke az energiahordozók után, legnagyobb piacai pedig épp a G7 csoport országai. Az amerikai elnök és a német kancellár kétoldalú megbeszélést folytatott a délutáni csúcs találkozó előtt. Joe Biden köszönetet mondott Olaf Scholznak Németország Ukrajna melletti kiállásáért, amivel az elnök szerint meglepték az orosz vezetést. Putyin kezdettől fogva arra számított, hogy a háború hatására a NATO és a G7 csoport széthullik, de ez nem történt meg, és az egység továbbra is megmarad, szögezte le Joe Biden. A német kormányt sok kritika érte, amiért vonakodott nehéz fegyvereket szállítani Ukrajnának, és Scholz kancellár rendszeresen folytatott telefonbeszélgetést Vladimir Putyinnal. Olaf Scholz azonban ismét megerősítette, nem kíván különutas politikát folytatni. Németország és az Egyesült Államok mindig együtt fog cselekedni, amikor Ukrajna biztonságát érintő kérdésekről van szó. Ez a kezdetektől fogva így volt, és így lesz a jövőben is, szögezte le a német kancellár a Bidennel folytatott kétoldalú megbeszélés után. Az üzemanyag és az élelmiszer árak emelkedése már több országban zavargásokat váltott ki. Afrikában és Ázsiában pedig éhínség fenyeget. A G7 csoport a bajorországi találkozóra meghívta Szenegál, Dél-Afrika, India, Indonézia és Argentina kormányfőjét is, hogy egyeztessenek az országukat leginkább sújtó élelmezési válságról, amelyet részben az ukrán gabona oroszországi blokkádja okoz. Az európai tanács elnöke azt mondta, nem beszédekre, hanem tettekre van szükség. Fontos, hogy mindent megtegyünk, amit csak lehet a Fekete-tenger blokkádjának feloldása érdekében. Ez a legfőbb prioritás. Jelenleg 22 millió tonnányi gabona van elzárva a Fekete-tengeren, hívta fel a figyelmet Charles Michel. A kérdés az, hogy ezt a gabonát hogyan lehet eljuttatni az éhező országokhoz anélkül, hogy a G7 országok közvetlen fegyveres konfliktusba keverednének Oroszországgal. Illetve, hogy milyen más megoldást tudnak adni az élelmezési válságra és a világot megbénító inflációra. Ötletek már vannak. Az orosz olaj árának maximálásától hatalmas silók építéséig Lengyelországban. A világ és különösen a meghívott afrikai és ázsiai országok vezetői azonban azt várják, hogy az ötletelésen túllépjenek a vezetők, és végre gyakorlati döntéseket hozzanak. Súlyos összecsapások voltak a migránsok és a rendőrök között a spanyol határnak számító észak-afrikai Melillánál. A határkerítést 2000 bevándorló ostromolta meg pénteken, a harcokban 23-an meghaltak és sokan, köztük egyenruhások is megsérültek. Az uniós határnak számító spanyol exkláviknál folyamatosak a próbálkozások, idén már háromszor annyian vágtak neki a veszélyes útnak, mint tavaly.
A 6 méter magas határkerítésen másznak át ezek az illegális afrikai migránsok az észak-afrikai Melillában. Az Európai Unió külső határának számító spanyol exklávé Ceutával együtt hosszú ideje tölt be tranzitállomás szerepet a mediterrán migrációs útvonalban. Idén már háromszor többen próbáltak meg bejutni az unió területére Melilla és Ceuta érintésével. Pénteken csak nem 2000, főként férfiakból álló migráns csapat próbált meg erőszakos módon a kerítés túloldalára átjutni. Mintegy 500-an sikeresen be is jutottak a határsávba, miután átvágták a kerítést. Ezek a felvételek a várost védő határőrök és az illegális bevándorlók közötti összecsapás után készültek. Az ostromban legkevesebb 23-an meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A sérültek többségét a mentőegységek még a helyszínen ellátták. A spanyol hatóságok 130 illegális migránst a városban található ideiglenes menekült táborban helyeztek el. A kerítés túloldalán azonban így is több száz csoportba szerveződött illegális migráns tartózkodik jelenleg is, és vár az átjutásra. Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök az embercsempészeket nevezte meg felelősnek az országgal szemben elkövetett támadással kapcsolatban. Két jelzővel minősíteném a történteket, erőszakos és szervezett. A mostani akció nem más, mint országunk területi integritásának erőszakos megsértése, amelyet az embercsempész bandák Spanyolország területén követtek el, fogalmazott a spanyol miniszterelnök. Helyi civil szervezetek szerint a roham közvetlen előzménye az volt, hogy a marokkói hatóságok felszámoltak egy nagy migráns tábort a határ közvetlen szomszédságában. Az embercsempészek pedig igyekeztek, akit lehetett a határra küldeni. A spanyol és marokkói hatóságok március óta közösen látják el az exklávék határőrizetét. Az Észak-Afrikai Királyság maga is komoly erőfeszítéseket tesz az illegális migráció felszámolására. Újra Kijevet bombázták az orosz csapatok, hetek óta ez volt az első támadás, a rakéták egy 9 emeletes lakóházat is eltaláltak, legkevesebb 5-en megsérültek, egy ember pedig életét vesztette. Közben az ország keleti részén is folytatódnak a harcok. Az ukrán elnök arról beszélt, minden települést visszafoglalnak majd az oroszoktól, Vlagyimir Putyin pedig bejelentette, nukleáris képességű rakétarendszereket küld Fehér Oroszországnak. Portágyon hoznak ki egy sérült kislányt a mentőcsapatok egy romokban álló lakóépületből Ukrajna fővárosában. A felvételeket az AP hírügynökség készítette, nem sokkal azután, hogy Kijevben akkora reggeli órákban több robbanás is hallatszott. Hetek óta ez volt az első orosz légitámadás a város ellen. Kijev polgármestere azt mondta, a rakéták egy 9 emeletes lakóházat is eltaláltak, legkevesebb 5-en megsérültek, egy ember életét vesztette. Az épület megsemmisült, többen a romok alatt rekedtek. Tudomásunk szerint életben vannak, igyekszünk a lehető leggyorsabban kimenteni őket. Nyilatkozta Vitali Klitschko, hozzátéve, a támadás szimbolikus jelentőségű, hiszen éppen a G7-ek csúcs találkozója előtt hajtották végre. Egy ukrán tisztviselő Telegram oldalán arról számolt be, hogy a kijevi régió ellen összesen 14 rakétát indítottak az oroszok vasárnap reggel. Az egyik lövedék egy óvoda udvarán csapódott be Kijev külvárosában. A Sky News brit hírportál pedig arról adott hírt, hogy vasárnap délelőtt az Ukrajna középső területén található Cserkaszi városában is robbanások hallatszottak. A települést eddig elkerülték a légi csapások. Az észak-nyugat-ukrajnai Rivne régió vezetése vasárnap arról számolt be, az egyik településen egy autószerelő műhelyt ért rakétacsapás. Hárman életüket vesztették, további 4 embert kórházban ápolnak. A Reuters hírügynökség azonban nem tudta meghatározni, pontosan mikor készülhettek a felvételek. Tömegesen hagyják el a civilek a kelet-ukrajnai Szeverodonyeck térségét a Reuters hírügynökség felvételein. Az ukrán vezetés a napokban ismerte el, a város immár teljes mértékben orosz irányítás alá került. A szakadár milícia vezetése szerint a Szeverodonyecki vegyi üzemberreket összes civilt sikerült biztonságba helyezniük. A Donyecki Népköztársaság pedig a TASZ orosz hírügynökségnek arról számolt be, a konfliktus kiéleződése óta már mintegy 200 civil vesztette életét a régióban az ukránok légitámadásai miatt.
Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében kijelentette, nem feledkeznek meg az oroszok által elfoglalt városokról, és mindegyiket vissza fogják szerezni. A háború egy olyan szakaszához értünk el, ami lelkileg nagyon megterhelő. Tudjuk, hogy az ellenség nem fog sikert aratni, és hogy meg fogjuk tudni védeni az országunkat, de nem tudjuk, milyen hosszúra nyúlnak a harcok, és mennyi veszteséget fogunk még szenvedni, nyilatkozta Ukrajna elnöke. Vasárnap az orosz védelmi minisztérium felvételeket tett közzé Szergej Sojgu védelmi miniszterről, aki a háború kezdete óta először látogatott Ukrajnába. A hadsereg tábornok meghallgatta a parancsnokok jelentéseit az orosz erők helyzetéről és intézkedéseiről, és kitüntetéseket osztott ki a katonák között. A felvétel készítésének időpontját és pontos helyszínét a hírügynökségek nem tudták beazonosítani. Vlagyimir Putyin orosz elnök eközben bejelentette, nukleáris képességű Iskander típusú rakétarendszereket küld Fehéroroszországnak. Ezen kívül segíteni fognak átalakítani a fehéroroszok harci repülőgépeit is, hogy azok képesek legyenek nukleáris fegyverek szállítására. Karácsony Gergely egy áll Vitali Klicskóval beszélgetett, derült ki a főpolgármester közösségi oldaláról. A baloldali városvezető azt írta, pár perc után kezdett gyanús lenni beszélgető társa, ezért meg is szakította a hívást a magát Kijev polgármesterének kiadó férfival. Korábban hasonló átverésről tett említést Berlin polgármestere is. Az Origo a két eset kapcsán megjegyzi, erős a gyanú, hogy Karácsony Gergely a sajtóból értesült arról, hogy átverték. Berlin polgármestere a szociáldemokrata Franziska Giffey, mint egy negyedórás videokonferencia beszélgetés után döbbent rá. Valójában nem is Kijev polgármestere van a vonal túlsó végén. Akkor kezdett igazán gyanakodni, amikor az áll Vitali Klicskó feltette neki a kérdést. Berlin támogatná-e tanácsaival Kijevet egy homoszexuális büszkeségmenet megszervezésében, derült ki abból a Twitter üzenetből, ami szombat délben került fel a világhálóra. A közelmúltban berlini, madridi és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitali Klicskó kijevi főpolgármester. Pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő. Ez pedig már Karácsony Gergely szombatesti bejegyzése a közösségi oldaláról. A főpolgármester beszámolója szerint a felkérés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal doménjét használó e-mail címről érkezett, és tette hozzá, mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi főpolgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra. A bejegyzésből kiderül az is, hogy hasonlóan a bécsi polgármester esetéhez a videócset nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt. A hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezetnél jóval korábban be is fejeztem, írta Karácsony Gergely. A magyar baloldalról nem először derül ki, hogy folyamatos kapcsolatban állnak vezető ukrán politikusokkal. Még a választási kampányban március végén tudta meg a sajtó Márki-Zay Péterről, hogy a színfalak mögött együttműködést keresett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A baloldal közös miniszterelnök jelöltje többször is arról nyilatkozott, fegyvereket és magyar katonákat küldene Ukrajnába. Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Egy alkalommal ő is a Twitteren tette világossá álláspontját, várom a napot, amikor személyesen találkozhatok önnel itt a Duna partján. Üzente meg Márki-Zay az ukrán elnöknek, hogy szívesen találkozna vele Budapesten. Nekem egy ilyen hiperpasszív angoltudásom van. Az, hogy Karácsony Gergely főpolgármester most milyen nyelven beszélt az áll Klicskóval, nem derült ki. Van nyelvvizsgája? Van. Karácsony Gergely ugyan korábban egy interjúban azt állította, rendelkezik nyelvvizsgával, ám a sajtó feltárta, csupán egy lektorátusi papírja van, nem pedig államilag elismert bizonyítványa. De többször le is bukott, amikor angolul kérdezték, a feltett kérdésekre azonban nem tudott válaszolni. A főpolgármester most kemény hangot ütött meg. Azt üzente követőinek az áll Klicskó ügy kapcsán, hogy a történtekről hivatalosan is tájékoztatni fogja a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, valamint felkéri a főpolgármesteri kabinet városdiplomáciai csoportját, hogy az ukrán nagykövetséggel, a magyar nemzetbiztonsági szervekkel és a többi érintett európai nagyvárossal egyeztetett módon tárják fel a csalás részleteit. Az Origo az esettel kapcsolatban megjegyzi, mivel a magyar főpolgármester csak órákkal a berlini eset nyilvánosságra kerülése után osztotta meg
a vele történteket, erős a gyanú, hogy Karácsony Gergely a sajtóból értesült arról, hogy átverték. Az LMP élelmiszer önrendelkezési alap létrehozását javasolja a jövő évi költségvetésben. A párt szerint az egyik legnagyobb kihívás az élelmiszerválság, ezért helyben termelt egészséges élelmiszerekre van szükség. Az élelmiszer önellátás megteremtéséhez le kell váltanunk a talajt és a vizeket kizsákmányoló, alapvetően nyersanyag exportra termelő ipari mezőgazdaságot, helyette a családi gazdaságukat és a közösségi termelést kell fejleszteni. A DK módosító indítvány nyújt be a parlamentnek az unió jövőjével kapcsolatos magyar álláspontról. A párt szerint az ország érdeke továbbra is az, hogy az Európai Parlament tagjait közvetlenül választhassák meg a magyarok. A DK álláspontja szerint egyértelmű, a magyar emberek továbbra is uniópártiak, hazánk jövőjét csak és kizárólag az Európai Unión belül tudják elképzelni. Történészek szerint a kommunisták rombolását állítaná helyre az a törvényjavaslat, amely alapján a megyéket jövő évtől vármegyéknek, a kormány megbízottakat pedig főispánnak neveznék. Az 1000 éves István királyi államiság közigazgatási hagyományát ugyanis a kommunista alkotmány törölte el 1949-ben. A közmédiának nyilatkozó történész azt mondta, a nyugat-európai országokban, amelyekben nem volt kommunizmus, teljesen természetes, hogy több száz éves kifejezéseket használnak a közigazgatásban. Ebben a magyar közlönyben jelent meg az 1949. évi 20. törvény, amely kimondta, hogy megszüntetik a vármegyéket és a főispáni tisztséget, helyettük pedig bevezetik a megye és tanácsrendszert. A kommunista hatalom ezzel egy csaknem 1000 éves közigazgatási rendszert törölt el. A demokrata írt arról, hogy a vármegyéket Szent István alapította, létrehozva a keresztény magyar állam közigazgatásának és védelmi rendszerének gerincét, amelyek élén az ispánok álltak. Az alapok századokig változatlanok maradtak, csak a hagyományok tiszteletben tartásával módosítottak rajtuk, az adott kornak megfelelően szűkítve vagy bővítve a jogköröket, írja alap. A demokrata megjegyzi, ráadásul a vármegyék és az ispán tisztség életképességét mutatja, hogy Trianon után a Csehszlovákiában létrejövő zsupánságok és vezetőjük a főzsupán is a magyar rendszer tükörképe lett, sőt a zsupán szó a magyar ispán torzult változata. 1945 ugye talán a legnagyobb cezúra a magyar történelemben, amikor a 900 éves magyar történelmi berendezkedés megszűnik. 1945-től a kommunista hatalom módszeresen semmitől sem visszariadva építette le a 900 éves magyar hagyományokat és intézményrendszert azért, hogy a saját képére formálja a társadalmat és Magyarországot. Erről Nánai Mihály beszélt az M1-en. A Rubikon Intézet főmunkatársa szerint a kommunisták hazug propagandával támadták a magyar közigazgatást, hogy egy semmilyen akarattal sem rendelkező, a pártközpontból érkező utasításokat feltétel nélkül végrehajtó tanácsrendszert vezessenek be. Az a fajta rágalom és propaganda hadjárat, ami 49-50-ben zajlott Magyarországon, az ilyen módon általánosságban nem helytálló, és ugyanakkor sok esetben máig ezeket a vádak gondolatokat visszhangozzuk, amiket, hogyha az ember fölnyitja a Szabad Népet, vagy megnézi a parlamenti naplókat 1950-ből, akkor a különböző kommunista képviselők mondtak el. Ahogy a megyék elnevezése vármegyére változik, úgy a történelmi hagyományok tiszteletéhez és újjáélesztéséhez kapcsolódva a kormány megbízottakat a jövőben főispánnak nevezik, viszont az eddigi hatáskörük nem változik. A költségvetési tervezetben szereplő javaslattal 1950-es megszüntetése után visszatér az egyik legrégebbi közigazgatási tisztség, mondta Nánai Mihály. A kormány megbízottak, akik ugye 2011 óta töltik be a tisztségüket az egyes megyék élén, valami hasonló funkcióban voltak már eddig is az elmúlt évtized során, mint a főispánok, csak ugye nem ezzel a történelmi patinával bíró névvel illettük őket, de a kormánynak a meghosszabbított intézményi rendszerét irányították ők a megyékben, tehát bizonyos mértékig ez egy hasonló tisztség. A történész szerint számos országban, többségében olyanokban, ahol a kommunizmus nem került hatalomra, a mai napig élnek a régi elnevezések. Például Franciaországban prefektusnak hívják a helyi vezetőket, és Angliában is számos tisztség neve évszázadok óta változatlan.
Júliustól újraindítja budapesti járatát az Air China, ezt Szijjártó Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszter úgy fogalmazotta, a járványban Magyarország jól helytállt, így most már világviszonylatban is folyamatosan építhetjük vissza mindazt, amit a vírus elvett tőlünk. Hozzátette, ennek mérföldköve, hogy július 7-től újra közvetlen menetrend szerinti repülőjárat köti össze Budapestet és Pekinget. Hamarosan érkezik a megemelt nyugdíj, az infláció miatt júliustól újabb 3,9%-kal növelik a nyugdíjakat, ezt januárig visszamenőleg kapják meg az arra jogosultak, mindez átlagosan 70 ezer forintot jelent egy nyugdíjasnak. Elemzők szerint a nyugdíjak emelése az egész gazdaságra hatással lehet. Kézműves foglalkozást tart Steyer Györgyi egy zalaegerszegi családi rendezvényen. A nyugdíjas pedagógus szeret gyerekekkel foglalkozni, és közben a járandóságát is kiegészíti. Azt mondja, a növekvő árak miatt nagyon örül az újabb nyugdíjemelésnek. Nagyon-nagyon jó jön az, amit már eddig is kaptunk ebben az évben, meg amit majd a jövő hónapban. Nagyon-nagyon várjuk, és remélem, hogyha ilyen magas lesz az infláció, azért gondolnak a nyugdíjasokra. Az infláció növekedése miatt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még áprilisban jelentette be a következő nyugdíjemelést. Idén januárban 5%-kal nőttek, júliustól pedig további 3,9%-kal emelkednek a nyugdíjak, így ebben az évben 9%-os lesz a növekedés. Ráadásul a jövő havi emelés januártól visszamenőleg érvényes, amit tovább gyarapít a februárban visszaadott 13. havi nyugdíj is, így júliusban 7 havi különbözetet kapnak a nyugdíjasok, átlagosan 70 ezer forintot. Ami pluszba jön, akkor az szépen az unokákra költjük, amennyire lehet, azért 3 gyerek mellett azért mindig el kell egy kis támogatás. A 3,9%-os nyugdíjemeléssel az átlagjárandóság 167 ezer forintra emelkedik. A kormány kiemelt feladatának tartja, hogy még a gazdasági válságban is gondoskodjon a nyugdíjak értékállóságáról. Ezúttal 184 milliárd forintot fordít nyugdíjemelésre. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója az M1-en azt mondta, az intézkedések nem csak a nyugdíjasokat segítik, a gazdaságra is kedvező hatással lehetnek. A hazai fogyasztás szempontjából is érdemes kiemelni ezt az összeget, meg önmagában véve azt, hogy a nyugdíjak emelkednek. Mondhatjuk, hogy különböző szektorokban ez járhat impulzus növelő hatással, vagy megemelheti a fogyasztásnak a nagyságát. A megemelt nyugdíj folyósítása a megszokott módon történik, vagyis aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá a pénzt, aki pedig postai úton kapja a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon viszi ki az összeget a postás. Az emelés 2 millió 600 ezer nyugdíjast érint. A kormány ősszel újra vizsgálja az inflációs helyzetet, ha szükséges, ennek mértékében tovább emeli a nyugdíjakat. Míg idén 3900 milliárd forintot fordítanak nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásra, ez az összeg 2023-ban már 1000 milliárd forinttal több lesz. Idén is százezrek voltak kíváncsiak, szerte az országban a múzeumok éjszakája látnivalóira. Volt, ahol a kalácskészítést, máshol a borotválást lehetett mesteri szinten elsajátítani, de a bátrak még a rabosítást is kipróbálhatták. Rekordszámú programmal készültek az intézmények, mindenhol nagy volt az érdeklődés. Hagyományos borotva és szappanhab. Hajdúszoboszlón Bocskai Borbéja tartott látványberetválást. Marhafagyú az alapja a szappannak, úgyhogy ezeket lehet tudni, az eszközök leírása megvan, ezeket alapján tudtuk rekonstruálni az eszközeinket. A bemutató a Bocskai Múzeum szombaton megnyílt kiállítását nyitotta meg. A bajuszos hajduk örökében tálat a férfi arcőrzet történetét mutatja be. Nagyon örülök neki, hogy létrejött ez a kiállítás. Én nagyon régóta bajuszos vagyok, szerintem 20 éves koromtól már. Hajdúszoboszlón idén nem csak a kiállítóhelyek nyíltak meg, a Bocskai Múzeum utca fesztiválja is várta a látogatókat koncertekkel, népi kézműves bemutatókkal és népi játszótérrel. 400 éve lakott utcáról van szó, amiben például a templomjaink egy jelentős része is található, és egyik célunk éppen az volt, hogy a történeti városvannak a kultúrás örökségi jelentőségére is felhívjuk ezzel a figyelmet. Kötényt ragadhattak és mákos kalácsot is sütettek az érdeklődők egy közel 100 éves hagyományos recept alapján a Soproni Pék Múzeumban. Itt őrzik ugyanis azokat az izgalmas recepteket, amelyekből időről időre kiválasztanak egyet és megsütik.
ők mérik ki a hozzávalókat, ők állítják össze mind a tölteléket, mind a tésztát. Abban segítünk, hogy hogyan is lehet ezt mai konyhakultúrára átdolgozva elkészíteni, mert azért nagyon sok minden máshogy működik. Szolnokon 25 intézmény, 35 helyszín és 150 rendezvény várta az érdeklődőket. A Damjanich János Múzeumban például az 50-es évekbe repülhettek vissza a látogatók. A légoltalmi kiállítás bemutatta, hogy hogyan készültek annak idején a háborúra és egy esetleges atomtámadásra. Legjobban a fegyverek tetszenek. Bárki kipróbálhatta, hogy milyen fogvatartottnak lenni. A zalaegerszegi törvényszékben a tárgyalótermeket is megnézhették a látogatók. Valós közlekedési balesetet rekonstruáltak a fővárosi Teve utcai rendőrpalota előtt. Egy felállított bűnögi helyszínen pedig együtt nyomozhattak a rendőrökkel. Igazi nyomozónak érezhetik magukat a résztvevők, mivel egy emberölésnek a helyszínét állították föl a kollégáim. Együtt nyomozhatnak a kollégákkal, különböző technikai eszközöket is kipróbálhatnak. Képet készítettek a rabosító fal előtt. Megnézhették, hogy hogyan néz ki belülről egy rabszállító autó. És az aznapi menüt is felszolgálták a fővárosi büntetés végrehajtási intézetben. Én nemrég a raboknak a mai menüjét kóstoltam, ami babgulyás, paprikás krumpli és pogácsa volt. Őszinte leszek, amúgy rosszabbra számítottam, de ez a paprikás krumpli kimondottan ízlett. Az ételeket egyébként egy külön konyhában főzik a rabok egy szakács felügyeletével. A 20. múzeumok éjszakáján országszerte mintegy 430 helyszínen több mint 2500 programot szerveztek. Átadták a megújult nyíri református templomot, a felújítás 17 millió forinttal támogatta az állam. Kövér László arról beszélt, hogy napjainkban úgy kell nemzetet és hazát, egyházat és otthont építenünk, hogy a szomszédos Ukrajnában fegyveres harcok dúlnak, tőlünk nyugatra pedig szellemi, ideológiai háború zajlik. A házelnök hangsúlyozta, a kormány kiemelten fontosnak tartja a keresztény közösségek támogatását határon innen és túl. 2010 óta a magyar állam több mint 103 milliárd forinttal tudta támogatni a református egyház szolgálatát határon innen és azon túl, mely pénzösszeg társadalmi haszna megsokszorozódott a szívvel, lélekkel és felelősséggel végzett református közösségépítő munka által. Magasabb fokozatba kapcsol a nyár, éjféltől országszerte életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Jövő héten néhol 40 fokos melegre kell készülni, és estére sem hűl már le a levegő. Szakértők óvatosságot kérnek mindenkitől, igyanak sok folyadékot, és inkább ne menjenek a tűzőnapra. A közelgő kánikula pedig az állatokat is megviseli. Nehezen bírta a hőséget ez a két majom. Egyikük inkább el is bújt a fatörzs mögé. A nyíregyházi állatparkban 500 állatfaj mintegy 5000 egyede él. A gondozók ilyenkor még inkább figyelemmel kísérik az állatok mindennapjait. Például naponta többször ellenőrzik az itatókat, az elefántokat pedig minden nap locsolják. Vannak olyan fajok, akik szinte egész nap dagonyáznak, ez sokat segít nekik abban, hogy lehűtsék magukat. Több állat azonban nem szereti a vizet, ők fagyasztott gyümölcsökből úgynevezett majomfagyit kaphatnak. Szinte telt ház volt vasárnap Csopakon. A fürdőzők többsége az árnyas helyeket kereste. Sokan viseltek szalmakalapot, sapkát vagy lenge nyári öltözéket. Ezek a fiatalok a fővárosból érkeztek. Azt mondták, nyár elején egyszer úgy leégtek, hogy most már mindig védekeznek az UV-sugárzás ellen. Szerintem egyébként mindenki úgy kezdi a nyarat, hogy először leég, és aztán barnul. Nekem ez már szerencsére megvolt idén, úgyhogy most már csak próbálok barnulni. A büféknél sem volt megállás. A konyhában jóval melegebb volt 30 foknál. Nálunk a gyrussütő előtt olyan 60-65 fok hőmérséklet van, tehát azért aki szeli a húst, annak azért 4-5 liter folyadékot egy nap meg kell inni, mert egyszerűen nem lehet másképp bírni. Ez pedig már Zalaegerszeg, ahol a főtéren gyakran hűsölnek a pihenni vágyók a párakapuk mellett. Sétálunk, ugye fagyizunk, aztán kihasználjuk ezt a jó időt. A helyi tesztpályán 38 fokot mértek az aszfalton. A hőség ellenit hidegdínyével, vízzel, esernyőkkel és sátrakkal védekeztek. Megtelt kirándulókkal a fővárosi Margit-sziget is. Ez a család a hőség miatt csak a késő délutáni órákban indult el a biciklitúrára. Ha ilyen nagy meleg van, akkor inkább délelőttben vagyunk a lakásban, tehát nem megyünk ilyen
és mondjuk 2 óra körül ki a szabadba. Kevesebb az étvágy, ugye, ha nagy meleg van, akkor mi is kevesebbet tudunk enni. A kánikula kihívás elé állítja a mezőgazdaságot. Nem csak a szárazság okoz problémát a földeken, hanem az állattartóknak is gondot jelent például a tejágazatban. A marha állomány ugyanis könnyen hősokkot kaphat, ami miatt akár literekkel is csökkenhet a tejtermelésük. Ilyenkor ezért más tápot, több vizet és klimatizált körülményeket kapnak az állatok. Építettünk egy új fejőházat, ami sokkal komfortosabb, sokkal szellősebb, jobb a klíma bent, könnyebben le tudják adni a tejet. Most jöttünk ide az istállókat, férőhelyet komfortosítani, illetve a takarmány nagyon fontos. Rendkívüli kánikula várható a jövő héten. Az idei nyár eddigi legmelegebb napjai következnek. A hőmérséklet éjszakánként sem süllyed majd 20 fok alá. Az országos tiszti főorvos hétfőtől hőségriasztást rendelt el. Tartósan itt marad tehát a kánikula, néhány helyen lehetnek ugyan frissítő záporok, komolyabb változás azonban a jövő hét végéig nem várható. További részletek Förhéz Adriántól. Várhatóan július 2-án szombaton egy hideg front érkezik hozzánk, amely megkapja majd a hőségzárójelzőt, hiszen 30 fok környékére tereli vissza a hőmérsékletet. De addig még trópusi éjszakák is várnak ránk, vagyis nem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet. Mindeközben több országban is gondokat okoz a szélsőséges időjárás. Irakban újabb homokvihar tombolt, Szibériában pedig több ezer hektárnyi területen ég a növényzet. Indiában árvízzel küzdenek, Kínában pedig hőség miatt adtak ki riasztást. Vastag porréteg szállt a levegőben péntek este az Irak északkeleti részén található Erbil városában. Az erős szél és a rossz látási viszonyok fennakadást okoztak a közlekedésben. Több tulajdonos is úgy döntött, hogy korábban bezárja a boltját. A homokvihar gyakori jelenség Irakban. Az elmúlt évek száraz időjárása miatt azonban egyre gyakoribb és erősebb. Több kilométeres füstfelhő fedi be az eget Szibéria déli része felett. A tűzoltók napok óta küzdenek a lángokkal. A tűz már több mint 2300 hektáron ég. Az oltásban 240 tűzoltó vesz részt, repülőgépek és drónok segítségével dolgoznak, nyilatkozta a régió katasztrófavédelmi vezetője. A hatóságok szerint a tüzet feltehetőleg egy villámlással kísért vihar okozta, az erős szél miatt pedig gyorsan terjedtek a lángok. Lakott területek egyelőre nincsenek veszélyben. Az India északkeleti térségében található Asszám államban továbbra is hatalmas gondokat okoz az áradás. A korai monszun már egy hete beköszöntött a régióban. A folyók kiléptek a medrünkből, több ezer település vált lakhatatlanná, és emberek millióinak kellett elhagynia otthonát. Az ivóvíz és az élelem beszerzése a legnagyobb gond. Először itt az iskolában kaptunk szállást, de a víz azt is elöntötte. Így most sokan az utakon élünk, mert nincs más lehetőség, mondta egy férfi. Kína északi és keleti tartományaiban a hőséggel küzdenek. A Pekingtől nem messze található Tianjinben piros riasztás lépett életbe, a hőmérséklet akár a 40 fokot is meghaladhatja a következő napokban. A hatóságok azt kérik, hogy aki teheti, maradjon otthon. Itthon újabb droghálózatra csapott le a rendőrség. A 36 éves sárospataki férfi az internetről rendelte a kábítószert, amit futárszolgálat vitt házhoz. A drogot aztán egyik rokona értékesítette tovább, amit már egy díler árult a fogyasztóknak. A három férfit őrizetbe vették, a rendőrök pedig nyomoznak, hogy volt-e további tagja a hálózatnak. Akciófilmbe illő jelenetek zajlottak a második Rákóczi Ferenc Tisza hídon. A gyanú szerint egy 36 éves sárospataki férfi a felesége nevére külföldről rendelt kábítószert, amit futárszolgálat kézbesített. Ezt a továbbiakban az egyik rokona értékesítette, többek között egy baktalórendházi dílernek, aki tovább terítette a kábítószert. A két férfi elfogásával egy időben harmadik társukat is elfogták a rendőrök. Az autóban több mint 1 kg kristályos anyagot találtak, és foglaltak le a rendőrök. A későbbi házkutatás során porciózáshoz használatos digitális mérlegeket, illetve tasakokat találtak. A 4,5 kg-nyi új pszichoaktív szer mellett előkerült több mint 6 millió forint készpénz is, valamint fehér por és zöld növényi törmelék. A lefoglalt mennyiség nagyjából 20 ezer adag kábítószert jelent, aminek fekete piaci értéke körülbelül 20 millió forint. Május óta gyűjtötték az egyenruhások az információkat. A Nemzeti Nyomozóiroda és a rendőrség közös felderítésének köszönhetően egy hónap alatt fogták el a bűnbandát. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették.
A nyomozók most azt is vizsgálják, hogy a három férfi kikkel állhatott még kapcsolatban. Kollégáim, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda miskolci nyomozói jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg a 36 éves sárospataki férfit, valamint a rokonát, aki külföldről futárszolgálaton keresztül rendelték meg a drogot, majd pedig azt tovább értékesítették. A nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja le a Baktalórendházi dílerrel szemben a büntető eljárást. Már 35 éve hagyomány, hogy június 26-án tartják a kábítószer ellenes világnapot. A budapesti rendőrfőkapitányság a Hősök terén rendezett megmozdulást, ahol csaknem 400 diák és 70 rendőr tartotta magasba a kezét egy X-et formálva, így felhívva a figyelmet, mondjon mindenki nemet a drogokra. Csak nem 300-an evezték ma át a Balatont. A Badacsony és Fonyót közötti 9 kilométert a legtöbben szápon teljesítették, de bőven akadtak, akik kajakkal, kenuval vagy sárkányhajóval vágtak neki a kihívásnak. Újdonság volt idén a félmaratoni táv, vagyis a legbátrabbak 21 kilométert eveztek. A legtöbben száppal, kenuval vagy éppen ilyen horgászkajakkal vágtak neki a Balaton átevezésnek. Most éppen kézihajtást hoztam, de egyébként ide be lehet tenni pedálhajtást, és akkor lábbal is lehet menni. Idén is több százan vállalták, hogy lapátot ragadnak, és megteszik a 9 kilométeres Fonyód-Badacsony-Fonyód útvonalat. Adta magát a lehetőség, hogy akkor átjövök, és akkor megpróbálom, hogy mennyi időt tudom ezt teljesíteni. Evezgetek hobbiból. Voltak, akik hobbiból eveztek, és az élmény miatt vágtak neki a versenynek. Anya, vigyázz el kapira! Míg másoknak az idő is számított, a partról és a vízről is sokan szurkoltak a résztvevőknek. 8-szor fogom átevezni a Balatont, mint minden alkalommal a lányommal, Kirával, és hát ez óriási élmény, és soha nem hagynánk ki. Jó! Újdonság volt idén a félmaratoni táv, vagyis a legbátrabbaknak 21 kilométert kellett teljesíteniük, a leggyorsabbaknak ehhez alig több mint 2 óra kellett. Kicsit elfogyott az energia a napsütéstől, de egyébként teljesen jól éreztem magam. Jókedvűen ért célba a verseny egyetlen sárkányhajó legénysége is. Őszintén szóval tegnap kezdtük, de ahhoz képest meg vagyok elégedve a csapattal. Sikerült szépen egyszerre húzni. El sikerült sajátítani a technika alapjait, és az 1 óra 11 perc az így 6 személyel nem egy rossz eredmény. A szervezők célja a Balaton és a vízisportok népszerűsítése. Előzetesen online felületen 240-en neveztek, viszont még itt a mai napon helyszínen, hiszen adtunk lehetőséget helyszíni nevezésre is, 30-40 fő nevezett, úgyhogy közel 300-an vállalkoznak ma erre a 9 kilométeres távra. A biztonságra is odafigyeltek a szervezők, 500 méterenként vitorlások vagy motorcsónakok állomásoztak a két part között, valamint kötelező volt a mentő mellény használata is.